Most megnézzük, hogy a Photoshopban hogyan lehet képeket feliratozni, milyen megoldások léteznek erre. A kép feliratozására a T ikonnal jelzett eszközt fogjuk kiválasztani. Ez a szövegeszköz. Ha rákattintunk hosszan, legördítjük ezt az eszközt. Itt láthatjuk, hogy vízszintesen, függőlegesen tudunk szöveget felírni, illetve tudunk létrehozni szövegmaszkot, aminek segítségével ki tudunk vágni, vagy be tudunk illeszteni a szövegből kivágott, a képből kivágott szöveg formákat. Nézzük meg a legelsőt, egy horizontális szövegeszközt. Rákattintunk, kijelöljük a bal egérgomb lenyomása mellett a szövegezni kívánt területet, belekattintunk, és beleírjuk a szöveget. Jelen esetben a borok feliratot. Sokkal kisebbre is vehetjük. Bocsánat. Ha visszakattintunk a szövegeszközre, akkor aktív lesz ez az ablak, és ennek az ablaknak a méretét teljesen tetszőlegesen tudjuk változtatni. Fönt megjelenik a szövegeszközhöz tartozó beállítási lehetőség, mint betűtípus, mint betűtípusbeli eltérés, döntött, félkövér, kövér, kövér dőlt, kondenzit betű, betűméret, és a betűnek a keménysége, mennyire legyen kemény átmenetű, és mennyire lágy átmenetű. Érdemes ezt a sharp beállítást használni, ezt nem szoktam módosítani, illetve a szöveg elrendezés lehet jobbra, balra, jobbra és középre rendezett. Most nézzük meg, akkor a betűméretet növeljük meg, mondjuk legyen egy 48 méretű, és legyen mondjuk bold, ha létezik ennek a betűtípusnak bold változata természetesen, tehát kövér változata, és meg tudjuk nyújtani ezt a és ablakot, és a kívánt helyre a feliratot el tudjuk helyezni a képen. És próbáljuk ki, hogy mit jelent a felirat maszkként történő alkalmazása. Először egy területet fessünk be, mondjuk barna színűre. Válasszunk ki egy barna színt. Én mondjuk ezt az arany jellegű, arany jellegű barnát fogom kiválasztani. És azt mondom, hogy a kijelölés segítségével megadok egy mezőt a képen. Ezt a mezőt itt. És a festékes vödör segítségével ki fogom tölteni a kívánt színre. Majd a Select, Deselect gombbal a kijelölést eltüntetem. Szeretnék kivágni ebből a mezőből betűt. Azt úgy tudom megtenni, hogy vagy a horizontális, vagy a vertikális Type Mask Tool-ra rákattintok, és azt mondom, hogy legyen egy nagy B betű innen kivágva. És visszakattintok erre a mozgatóeszközre, és jól látszik, hogyha ráközelítek erre a képre, hogy itt a betű körül egy szaggatott, folyamatosan futó vonal jelenik meg. Sikerült kivágnom belőle ezt az alakot. Így tudunk betűket bemetszeni, kivágni egy adott helyből. Delete gombbal töröljük, és a kijelölést is letöröljük. Ez lett volna a szöveg alkalmazása.